Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy fő papot, és az lehet az ő gondolata ilyen spirituális témákkal, vagy vallási témákkal kapcsolatban, de ez a kép arra is utal, hogy ő hisz magában, hisz a terveiben, hisz benned, vagy ebben a párkapcsolatban. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Mint ahogy a képen látjuk, itt lesz mozgás, előre mennek az események, ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, vagy kimutatja az érzelmeit, de ez a fehér ló is utal valamire, visszatekint a múltba, és ő hajlamos arra, hogy tegyen egy lépést előre és kettőt hátra. Most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ez a kártya utal az erőre. Nem csak arra, amit kifele mutatunk, hanem a belső erőnkre is, a hitünkben. És pontosan ez, amiben ő bízik, hisz benned. Azon kívül te adsz számára erőd. De ő is erősít téged. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kártya mutatja azt, hogy lesz mozgás, előre mennek az események. Jelenthet sportot vagy autót is. Minden, ami mozog. Azon kívül utalhat egy másik férfire is, aki visszatér az életedbe. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!